Tehát folytatódik a programunk a női párbajtőr egyéni döntőjével, és mivel Szász-Kovács Emese olimpiai bajnokunk van a páson, áll az a kérdés Borszkó Gábornak, amit az előbb feltettem, hogy amikor egy balkezes vívő egy jobb kezessel, az jelente a vívásban a te véleményed szerint bármiféle előnyt, hiszen most is ez az eset áll fent. Vívásban az a helyzet alakult ki, hogy azért nagyjából fele-fele arányban vannak a bal és jobb kezesek a mezőnyben. Sőt, volt olyan világbajnok párbajtőr csapatunk, aki két világbajnokságot nyert férfi párbajtőr, aki mind a négyen balkezesek voltak, ugye a Kovács Iván, Kócsák Krisztián, Imre Géza és Fekete Attila csapatban mind a négyen balkezesek voltak. Így igazából ez teljesen megszokott, hogy jobb vagy balkezesen vív az ellen szemben, úgyhogy nem olyan nagy különbség. Én balkezesekkel jobban szeretem vinni, mert ezen a világban a generáción nőttem fel, úgymond. Úgyhogy egy profi versenyzőnél ez már megvan az adott taktika, hogy mit kell vívni a jobb és a balkezesek ellen. Emese meg van annyira profi, hogy igazából neki aztán szerintem mindegy, hogy jobb vagy balkezes az ellenfél, olyan lehengerlően és dominánsan vív, hogy ő ezzel nem szokott foglalkozni. Mivel valami apró technikai hiba miatt még nem kezdődött el a mérkőzés, így azt is jut időnk elmondani, hogy Emese nem csak a lehengerlő vívásáról tett ma a palu bizonyságot, hanem a hihetetlen küzdőképességéről. És az egyik asszonyát ugyanis a 16-ból a 8 közéjutásért 13-14-es hátrányból gyönyörű szép találatokkal és hosszabbítás után fordította meg a Békés Csabai Dékány Kinga ellen. Ezt leszámítva rendkívül magabiztos vívással jutott el a döntőig. Ugyan az elmondható Kun Annáról is, a tatai felnőtt válogatott vívónak volt egy 15-13-as szorosabb asszója, de tulajdonképpen ő is maga biztosan jutott el a döntőig. A két bronzérmes, a BVSC és Tóth Jászmin, és az ugyancsak tatai Büki Lili lett, a döntő első találatát pedig Emese adta be. Valószínűleg talán van egy kis időnk beszélgetni arról, hogy hiszen erre is saját tapasztalatból is tudod a választ, hogy Emese, hát mindenki utána tud nézni a Wikipédián, közelebb van már a 40-hez, mint a 30-hoz, és te magad is közel a 40-hez fejezted be karrieredet. Meddig lehet ilyen hihetetlenül magas szinten vívni, hiszen Emese is még szülése után visszatérve is egyelőre még csak hazai mezőnyben, de reméljük nemzetköziben is hétről hétre bizonyítja klasszisát. És hát ugye a ti riói csapatotok sem volt éppen fiatal. Ez teljesen természetes, hogy közel a 40-hez ilyen hihetetlen formában lehet még egy vívó. Természetesnek azért azt nem mondható. Igazából úgy gondolom, hogy az a mostani kialakult sportegészségügyi háttér nagyban tudja segíteni ezeket a dolgokat, hogy a sportoló a rekreációban és a regenerációban úgy dolgozva a nagyon nagy megterhelési edzéseket közti időszakot könnyebben tudja átvészelni, és sérüléseket most már könnyebben tudnak kezelni, felgyorsulnak a gyógyulásnak az időintervalluma, ami azért nagyban tud segíteni dolgokban. Ugye az Emesének is volt aztán kézfájdalma, térdfájdalma, bokasérülése, ő is aztán elég rendesen megjárta, de a nagy sérülések elkerülték, és ennek szerencséje azért most 38 évesen itt láthatjuk a Páston, és teljesen olyan mozgás mutatott egész nap, hogy ez a kór ez nem látszik rajta. És látva az, hogy napi szinten milyen fizikai edzési munkákat és vívó munkákat végez, mondhatjuk azt, hogy a kor abszolút nem látszik rajta, és gyakorlatilag a 5-10 évvel ezelőtti Emesét láthatjuk egy jóval érettebb vívással.
Hát akkor nézzük azt a jóval éretlen vívását Emesének. 2-2-re állunk az első 3 perc végén. Ugye vívásban 3x3 perc áll a vívók rendelkezésére, a 15 tus elérésére. Amennyiben ezt nem sikerül elérniük, akkor a harmadik 3 perc végén lévő eredmény számít végeredménynek, és hogyha az is döntetlen, akkor egy perces úgynevezett hirtelen halálban egyetlen tus dönti el a győztes kilétét. Ettől persze még távol vagyunk, de ez egyáltalán nem szokatlan történet párbaj törbe, hogy végül így alakul a mérkőzés. Maradt tehát a 2-2-es döntetlen. Emese 7 felnőtt magyar bajnoki aranyi. Most tehát 2-2-re áll a mérkőzés az első harmad után, és Emese 7 magyar bajnoki aranyéremnél tart jelenleg. Hogy meg lesz a 8., azt meglátjuk, nem lesz könnyű dolga. Egyébként a két vívó a legutóbbi magyar kupa döntőjében néhány héttel ezelőtt Tatán találkozott, ott 8-5-re vezetett a döntőben Kun Anna, viszont onnan fordított Emese. Meglátjuk most, mi, hogy alakul. Bocek, te mit tippelsz? Ki lesz ennek a mérkőzésnek a befutója? Ez egy jó kérdés, nem lesz egyszerű. Majd látjuk az első harmad után, ugye döntetlen az állás. Anna már ugye a ifjabb generáció tagja, de ő is elég kiegyensúlyozottan jól vív most az elmúlt időszakban, és meg tudja szorítani Emesét. Most Emese adja a találatot, és megszerzi a vezetést. Ugye Anna is most már évek óta felnőtt válogatott tagja, az elmúlt pár évben kivívta magának, és egyre jobb, egyre érettebb vívást tud mutatni most már nemzetközi szinten is. Ez nagy szükség lesz a szörnői párbaj törve, kicsit meginduljunk ott is a világrangsztán felfelé, és úgy néz ki, hogy kezd összejönni egy jó kis ütős csapat női párbaj törve is. Ugye az Emesének a rutinja és az eredményessége mellé a fiatalok ambíciója és a úgymond agilitása egy jó csapatot tud összeállítani. Ezt reméljük, hogy már a jövő évi Európa-bajnokságon is meg tudják mutatni. Addig azért sok munka van. Anna még nem nyert magyar bajnokságot, Emese már nyert ugye hetet. 2002-ben nyerte az elsőt, úgyhogy ez már neki tényleg van a rutinból megy egy bajnoki döntő vívása, és ahogy látjuk, tényleg rendkívül szoros és taktikus ez a döntő. 3-3, tehát a második harmad, azaz a mérkőzés nagyjából közepén. És Anna ismétlése talál. Emese elszúrt ellenfele mellett ezúttal 4-3-ra vezet Kun Anna a mérkőzés során először. Annál az előny, és mindjárt 2 tussal meglepte most Emesét egy kicsit a pást közepén. És most már 3-mal nagyon szép találatokat ad Kun Anna. Azonban azt nyilván Oszek is megerősítheti, hogy Emesénél ez még messze nem jelenti azt, hogy lefutott lenne a mérkőzés. Hát ha csak az olimpiai döntőből indulunk ki, arról tettős a sátránról fordított az utolsó harmadba, mondhatjuk azt, hogy ez teljesen nyílt ez a mérkőzés. Ugye látjuk is, az Emese átvette most egy kicsit a kezdeményezést, és egy
támadó jelleggel lép fel, ami a mindjárt találatot is tudott elérni, úgyhogy kicsit átalakult a mérkőzésnek a képe, úgyhogy itt lesznek meg izgalma. Olyannyira, hogy egy tussra apadt Kun Anna előnye, de még mindig ő vezet, a tatai vívó, mestere Plászlán Attila. És érdekes, hogy nem ő kócsolja ezúttal, hanem a klub másik edzője, Bartali Csaba ül ott a pás szélén, hogy ez is a vívás szabályára közé tartozik, hogy egy mester, egy edző lehet ott a tanítvány mellett ilyenkor, és nagyon szép tempót fogott Kun Anna, eltalálta Emese karját, és így 7-5-re módosította az eredményt. És 8 másodperccel a harmad befejezés előtt lett 8 az állás, és most már a jelek szerint nem is változik mindez. Úgyhogy azért egy, ha nem is behozhatatlan, de jelentősnek mondható előnnyel 8-5-tel vonulnak az utolsó pihenőre az érintettek. És a mesterektől most kapják a tanácsokat, Szász-Kovács Emese, éppen Peterdi Andrással, hogy azt talán köztudomású, hogy korábban hosszú két évtizeden át a kiváló mester Kulcsár Győző volt az edzője Emesének. Győző sajnos elhunyt, és azóta Peterdi András segíti olimpiai bajnokunk felkészülését. Azért neked is volt a mestered Kulcsár Győző, és aztán te is egy fiatal edzőhöz, Dancsázi Nagy Tamástól kerültél. Ezt hogy éli, hogy élheti meg egy vívó, egy élsportoló, egy már nagyon komoly vívó, hogy egy világhírű szakembertől egy fiatal tehetséghez kerül? Nem volt egyszerű a váltás, ugyanis Kulcsár Győzővel való munka az elég meghatározó volt a karrieremben, és nagyon sokat tudtunk tanulni Kulcsár Győzőtől, aki mint vívó, mint mester rengeteg olimpiai érmet, aranyérmeket nyert, úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy a világ egyik legjobb vívója és edzője is volt egyben. Mi kapcsolatunkat egy klubváltás határozta meg, ugye a Honvédból átigazolt a Vasasban, Emese ment vele, én maradtam a Honvédba, és egy olyan fiatal edzővel dolgoztam tovább, aki szintén a Kulcsár Győző mellett tanulta meg a szakmai részét, és mellette dolgozott egy-két évig, úgyhogy nagyjából az iskolának a stílusa az ugyanaz volt, de hát ugye azt nem lehetett reprodukálni azt az iskolát, amit a mester adott nekünk, ezáltal azért nem volt olyan egyszerű. De későbbiekben még Győzővel egyszer-egyszer iskoláztunk, ami mindig üdítő jellegű volt, és én nagyon örültem neki. És az élet mennyire duplázza néha önmagát? Emese is egy volt Győző tanítványhoz, Peterdi Andráshoz került az elmúlt években, mert Peterdi András is Kulcsár Győző oktatta. Most viszont nagyon szorult helyzetben van Kun Anna, ugyanis 2 perc és 3 másodperccel a mérkőzés befejezés előtt 10-6-ra vezet, és mivel párbajtőrben a kettős találatok is számítanak, így most már azt lehet mondani, hogy ez azért jelentős előny, nem, Bocsuk? Még azért behozható, ahogy látjuk az első pár másodpercen belül az az iszett találatot, de látjuk azt, hogy ez itt izgalmas végjáték lehet. Rengeteg idő van, mondja Bartali Csaba, Kun Anna segítője, és ez így is van. Viszont ez az együttes már Annát segíti,
hiszen a 15-höz közelebb került, és ilyenkor már ez is számít, ilyenkor az együttes már annak a vívónak jó párbaj törve, aki előnyben van. Emese szorítja le a pástról Kunannát, és ez nagyon szép parádriposztal, kvart parádriposztal csökkenti két tusra a hátrányát, 11-9, valóban izgalmasan alakulhat ez az utolsó 76 másodperc. Utolsó percen belül járunk már, Emesének lassan mennie kell, de egy jó tempó közbeakció Kunanna részéről, és ez már 12-9-re módosítja az állást, közel az aranyérem, közel a meglepetés. Mert azért Emesét legyőzni hazai páson, az mindenféleképpen annak számít, és óriási bravúrnak. Nem esett találat. 41 másodperc van hátra. Ne nézd az órát, jön megint a tanács, de hát ez nehéz ilyenkor megállni. És Emese röviden támad, és fölül a közbeszúrása, eltalálja őt. Amivel pedig már 13-9 lesz az állás. Menni kell, nincs mese, de az együttes az azt jelenti, hogy 14-10 és 26 másodperc, hát ez már a hatalmas bravúr kategóriába tartozna, Kunanna az aranyérem kapujában. És már oda be is léphet rajta, Kunanna beadja az utolsó tust, 15-10-re nyer, és ezzel pályafutása és élete első egyéni magyar bajnoki címét nyeri, méghozzá egy olimpiai bajnokot legyőzve, hatalmas fegyvertény, gratulálunk neki és mesterének, Plásztál Attilának.